Jövő időben. Gondolatok a fenntarthatóságról. Egyházak a fenntarthatóságért. Globalizálódó világunkban a társadalmi kultúra és gyökeres változáson megy keresztül. A világon mindenütt előtérbe kerültek az anyagi értékek. Egyre nagyobb tért hódít a fogyasztói szemlélet. A gyors anyagi gyarapodás vágya háttérbe szorítja a lélek békéjét, harmóniáját, és hosszú távon ellentmondásokba kerül az egészséges, fenntartható élettel. Ez egyaránt igaz a társadalom és az egyes emberek boldogulására. Ebben a hajszában az egyházak szerepe egyre fontosabb, hiszen lelki életünk egyik meghatározó eleme a vallás, a hit. Az egyházak társadalom összetartó és formáló szerepe évezredek óta megkérdőjelezhetetlen, így a fenntartható fejlődésben is fontos szerepük van. Az egyházaknak azonban a hagyományos feladataik mellett a modern kor kérdéseire is választ kell találniuk. Így a társadalom hitének, lelki harmóniájának, összetartásának ápolása mellett a környezettudatos gondolkodásban és életvitelben is iránymutatók lehetnek. 1997-ben például létrejött egy mozgalom, az Európai Keresztény Környezetvédelmi Hálózat, amelynek célja a teremtésvédelem előmozdítása. Egyik fő törekvése, hogy a természettel és a környezettel való kapcsolatáról beszéljen a keresztény életvitel és teológia perspektívájából. A hívő embereknek is tudniuk kell, hogy felelősséggel tartozunk a környezetünk, a társadalmunk és egymás iránt. Az európai egyházak, benne római katolikus és protestáns egyházak, tehát református, evangélikus, baptista, metodista, sőt ortodox egyházak is részt veszünk Európa különböző tájairól, országaiból, és próbálunk azon gondolkodni, hogy hogyan tudnánk segíteni ennek a teremtett világnak a fenntartását, megőrzését, sőt, hogyan lehetne úgy alakítani az életünket, a társadalmak, a népek életét, hogy az egyház is tevékenyen részt vesz ebben, és segíti a gondolkodást, hogy a jövő fenntartható legyen, és a gyermekeink, unokáinknak olyan világot hagyjunk örökül, amiben lesz elég tiszta levegő, víz és föld. A mozgalom egyik kezdeményezése az autóbőjt, amelynek során az egyháztagok a bőjt 40 napja alatt nem ülnek autóba. 2006-ban Ausztriában közel 3000 ember vett részt a programban. Így egyenként átlagosan 500 kilométerrel vezettek kevesebbet abban az évben, ezzel pedig 300 tonna széndioxid kibocsátását takarították meg. Mi hitben neveljük a gyerekeket, nem vagyunk bigottan vallásosak, akik minden nap reggeltől estig csak imádkoznak, de esténként egy pár percre összeülünk együtt gyertyafény mellett, imádkozunk, átbeszéljük a napot, hálát adunk a jó Istennek a pozitív dolgokért, vasárnaponként templomba járunk, de amikor nem tudunk elmenni, mert fellépés van, akkor nem csinálunk egy óriási ügyet. A gyerekek tudnak valamihez igazodni. Van egy szabályrendszer, amit mi fontosnak tartunk, és ők e szerint élik az életüket. Egyházi iskolába és egyházi óvodába járnak. És az a nevelés, amit ott kapnak, meg az, amit otthon, az a kettő egymást csak erősíti. A hívők számát tekintve 5 világvallásról beszélhetünk. A kereszténységről, az iszlámról, a buddhizmusról, a hinduizmusról és az izraelita vallásról. De vajon hogyan alakul a hívők összetétele a következő évtizedekben? Hiszen a demográfiai robbanás többnyire a világ fejletlenebb részén megy végbe. Egy kutatás szerint a muzulmánok és a független karizmatikusok aránya nő a legjobban. Az lehet, hogy az egyház tagsága, vagy a nyilvántartott egyháztagok, a templomba járók kevesebben lesznek. Én azt gondolom, hogy ez egyben egyfajta minőségi változást is fog jelenteni. Tehát azok, akik az egyházhoz tartoznak, akik kereszténynek vallják magukat, azok hitvallók lesznek, és nem csak az örökséget, a múlt hagyományait őrzik, hanem valóban elkötelezett emberek. Én hiszek abban, hogy hit nélkül nem lehet élni. A lélek harmóniája és a hit szerves része az egészséges életnek, egy egészséges társadalomnak. Szerves része tehát a fenntartható jövőnek, gyermekeink, unokáink boldogulásának is. Az ő jövőjüket és boldogulásukat pedig mi teremtjük, mi magunk. Itt és most. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul? Kérdezném, hogy 100 év múlva
ki tud majd itt magyarul.